Többször megerőszakolta, majd valószínűleg a lebukástól félve megölte nevelt lányait egy Diós Jenői férfi. A 14 és 19 éves lányok 2009-ben tűntek el, sokáig nem gyilkosság miatt nyomoztak, de aztán egyre több lett a gyanús jel. A gyerekek édesanyja tudott a gyilkosságokról, de eleinte hazudott a rendőröknek, ezért bűnpártolással gyanúsítják. A gyilkos a lakásai környékén rejtette el az elégetett maradványokat. Az azonosításhoz a legmodernebb DNS vizsgálatokat kellett alkalmazni. A helyszínelők fekete nejlonzsákot terítenek ki egy Diós Jenői ház udvarán. A markoló is leállt, előkerülnek a számok, a mérőrúd, és most már speciális kanalakkal kaparják a földet. Tavaly nyáron készültek ezek a felvételek. Néhány nappal korábban a rendőrök ugyanezen a portán találtak már egy holttestet, egy 13 éve eltűnt 19 éves lány csontvázát. A felvétel készítésekor a 14 éves húga tetemét keresték még nagy erőkkel. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtótájékoztatón számolt be a nyomozás lezárásáról. Volt miről beszélniük, 14 évig keresték a két eltűnt lányt. Nagyon-nagyon széleskörű felderítő tevékenység és bizonyítási tevékenység zajlott az ügyben, és lehet azt mondani, hogy szinte hónapról hónapra, napról napra változott a helyzet. Tavaly nyáron az első holttest megtalálása után Diós Jenőn forgattunk. A nógrádi faluban mindenki menekült a kamera elől. Csak a háttérben mertek suttogni a családról. A kettős gyilkosság gyanúsítottja, hamarosan már vádlottja, H. József 2004-ben állt össze egy asszonnyal, aki 5 gyereket nevelt. H. Józsefet mindenki agresszív embernek ismerte a településen, többször elítélték lopás miatt is. A nyomozó alosztály vezetője szerint új családjába sem tudott beilleszkedni. Különböző családi botrányokba keveredtek, mely következtében a gyerekeket a gyermekvédelem kiemelte a családból és egy nevelőintézetbe helyezte el. De rendszeresen hazalátogattak a családhoz ezt követően is. A családi botrányok odáig fajultak, hogy ahhoz, hogy a gyerekeket esetlegesen visszaadják ugye az édesanyának, a nevelő apa elköltözött tőlük egy másik címre. 2009-ben alig néhány hónap különbséggel nyomtalanul eltűnt a család két lánya. Először a 19 éves Alexandra, aztán a 14 éves Krisztina. Többször volt az, hogy ugye szöktek, az intézetből is eltűnögettek, de mindig akkor még visszakerültek. Mivel az Alexandra nagykorúvá vált, az anyja azt nyilatkozta a hatóságnak, hogy Budapestre költözött rokonokhoz. A Krisztina vonatkozásában pedig, mivel nem ment vissza az egyik hétvégi eltávozásról a gyermekintézet vagy a nevelőintézetbe, akkor a nevelőintézet jelentette be maga az eltűnés tényét. A helyi rendőrök eltűnés miatt kezdték el körözni őket, de évekig semmi hír nem volt róluk. Aztán 2014-ben egy másik bűncselekmény miatt nyomozás indult. A nevelő apa szexuálisan bántalmazta a lányokat, illetőleg a lányok anyját is. A szexuális bűncselekmény miatt a Nógrád vármegye rendőrfőkapitányság büntetőeljárást rendelt el, amely során fölmerültek már olyan adatok, amelyek arra utaltak, hogy a nevelő apának esetlegesen szerepe van a két lány eltűnésében. Abból a büntetőeljárásból végül nem lett ítélet, nem volt elég bizonyíték. A lányok keresése viszont tovább folyt. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ körözési főosztálya is segítette a munkát, és a megoldatlan emberölési ügyekre specializálódott főkapitányi biztos Petőfi Attila is bekapcsolódott a nyomozásba. A legéletszerűbb verzió az volt, hogy H. József életeles cselekményt emberölés követett el a nevelt lányai sérelmére. Ezt a verziót viszont át kellett beszélnünk az eddigi eljárás folytató szervekkel, egyeztettük az eljárási cselekményeket, meg kellett tanulnunk a lányoknak az addig életét, a potenciális gyanúsítottaknak a jelenjét és múltját. 2 évvel ezelőtt fordulóponthoz érkezett a nyomozás. Előkerült egy tanú, aki arról beszélt, hogy a lányokat megölték. És már az ő vallomásában is megjelent a nevelőapa, H. József. A felderítő munkának egy jelentős része a humán hírszerzési felület, tehát az emberektől származó információ.
Ez is egy ilyen információ volt, amely gyakorlatilag annyiban különbözött a többitől, hogy egy új verziót mutatott, vagy legalábbis jelentett számunkra, és benne nevesítve a nevelőapa is szerepelt. Évekig próbálták faggatni, vallomásra bírni H. Józsefet, de a férfi végig tagadta, hogy köze lenne a lányok eltűnéséhez, pedig egyre több bizonyíték szólt ellene. Ezek a felvételek 2022. június 30-án készültek, a rendőrök őrizetbe vették a nevelőapát. Akkor még nem volt meg egyik holttest sem, és a férfi is tagadásban volt. Az elfogás után egy nappal később a régi családi ház telkét felásták a rendőrök, és emberi csontok kerültek elő. Azt követően, amikor előkerülnek már így utólag ugye Alexandra maradványai, ezzel a ténnyel, amikor szembesítjük őt, akkor megváltoztatja a vallomását, elismeri, hogy konfliktusba kerültek a korábbi lakhelyén a lányjal, melynek során bántalmazta a lányt, aki ebbe belehalt. Innentől már egyértelművé vált, hogy a másik lány eltűnéséhez és a halálához is köze van H. Józsefnek. A férfi viszont eleinte csak annyit ismert be, hogy az idősebbik testvért, Alexandrát bántalmazta. Vagy gyanúsítottunk, vagy 9-szer változtatta a másfél éves gyanúsítás alatt a vallomásait, de voltak olyan pillanatok, amikor emberileg közel kerülhettünk hozzá, és részleges beismerő vallomása alapján az ő útmutatása nyomán kerültek ezek az ingatlanok felderítése és felkutatásra, és így kerültünk közel ehhez a két holttest maradványhoz, amit aztán szakértők azonosítottak. H. József a későbbi lakásától nem messze egy gazos területet mutatott meg a rendőröknek a helyszíni kihallgatásán. Itt is elkezdődött az ásás, és hamarosan elszenesedett emberi maradványokra bukkantak. A hagyományos DNS vizsgálatokkal nem lehetett volna beazonosítani a csontokat, de az úgynevezett új generációs szekvenálás segítségével meg lehetett állapítani a teljesen kiégett, kiszáradt csontokból, hogy azok a kisebbik lányhoz, Krisztinához tartoztak. Ez volt az egyik első bűnügy, ahol ezt a speciális DNS azonosítási módszert alkalmazták Magyarországon. A nyomozási cselekmények összességében százas nagyságrendűek, ebben nyilván beletartoznak a tanú és gyanúsított kihallgatások, a helyszíni szemlékszámai és minden egyéb olyan nyomozási cselekmény, amit a büntetőeljárási jog előír. A férfi hiába ismerte el, hogy bántalmazta a két lányt, és végül azt is megmutatta, hol ásta el a fiatalabb áldozatot, azóta is folyamatosan változtatja a vallomásait, így azt is nehéz eldönteni, hogy miért ölte meg a két nevelt lányát pár hónap különbséggel. Felmerült az a lehetőség is, hogy a lányok a korábbi szexuális erőszak miatt zsarolhatták a nevelőapjukat. Hogy milyen motiváció és milyen indíték volt, ez a gyanúsított vallomásai, többször változtatott vallomásai miatt is nagyon nehezen detektálható. Az biztos, hogy ez a szexuális jellegű zaklatás, illetve aberráció, vagy nevezzük bűncselekmény elkövetésének, ez közrejátszott egyfajta indítékként, motivációként a cselekmény végrehajtásában, az ölési cselekmény végrehajtásában. Az ügynek nem csak egy gyanúsítottja van, H. József ölt, viszont az áldozatok édesanyja is tudott a gyilkosságokról. A beszerzett adatok alapján maga a cselekményekben nem vett részt, viszont ugye ezzel, hogy ő tudomással bírt, és a hatóságot nem segítette, vagy nem tárta fel ezeket a cselekményeket, így bűnpártolással gyanúsítottuk az eljárás során őt is. Ezért akár 5 évre is ítélhetik az anyát. H. Józsefet több emberen elkövetett emberöléssel gyanúsítják, ráadásul az egyik áldozat még nem töltötte be a 18. életévét. A nyomozás most fejeződött be, az ügyészség napokon belül vádat is emel a férfi ellen, és ha végül a bíróság jogerősen is elítéli, akár életfogytig tartó fegyházbüntetésre is számíthat.